Az Országos Könyvtári Napok programsorozatához a Dombóvári Könyvtár minden évben csatlakozik. Hídépítők, a könyv, a könyvtár összeköt embereket, gondolatokat, kultúrákat. Ezen a héten, hétfőn fotókiállítás nyílt itt nálunk a könyvtárban, a dél-dunántúli régió fotóművészeinek alkotásaiból. Aztán kedden Tomcsányiné Goróci Katalin visszaemlékezéseiből Juhász Csilla és Kőszegi Csaba olvasott fel vers. Az írónővel Takács Istvánné helytörténész beszélgetett. Szerdán Németh Nyiba Sándor verses estjén vehettek részt az érdeklődők. Adi Endre, József Attila, Babits Mihály életéből hangoztak el történetek zenei aláfestéssel. Vasárnap, könyves vasárnap lesz, ez egy országos kampány a könyvtárakért, mindenféle foglalkozások, ingyenes beiratkozások zajlanak, illetve hát nem egy utolsó szempont, hogy elengedjük a késedelmi díjakat, így bárki bátran bejöhet a könyvtárba. A Percepron gyermekei című verses kötetét mutatta be a nagy érdeműnek Balaskó Ákos, Petri György díjas költő. Az érdekessége a költőnek, hogy munkáját tekintve informatikus programozó. Mindez a könyvtári napok keretében történt. A látogatók egy egyórás beszélgetés során ismerkedhettek meg a könyvvel, és néhány verssel is, amelyben az informatika szaknyelve és rendszere egyesül az irodalommal. A mai napon pedig Balaskó Ákos, dombóvári születésű programozó költő a vendégünk, most már a harmadik verses kötetével vendégünk az elmúlt 10 évben. Ő egy érdekes találkozás, mivel ugye ő egy informatikus programozó, és ez a legújabb kötete, tehát az is már egy kihívást jelenthet számunkra, a Perceptron gyermekei. A költő nem egy megszokott stílust képvisel, és ebből kifolyólag egy kisebb réteget szeretett volna megtalálni verseivel. Leginkább szerintem azért az informatikusok találnak benne csemmegéket, az biztos. A biológusokra inkább kíváncsi vagyok, mint hogy így számítanék rájuk, hogy ez itt lesz valami. A Jordán Ferenc, amikor megírta a fülszöveget, ő mondta, hogy neki nagyon tetszett, hogy az ő kemény tudományban szereplő kollégái azok is találnának benne valamit, bár nem mondott rá túl nagy sanszt, hogy esetleg a kézbe veszik, pont ezért, mert ők azért inkább reál beállítottságúak. Tehát így az ötvözet, vagy mindenkiből egy kicsi esetleg. Balaskó Ákos a tanulmányai során kedvelte meg az irodalmat és az informatikát. Ez a szeretet ösztönözte arra, hogy elkezdjen verseket írni. A könyvtári napokon bemutatott verses kötete nem az első műve, és valószínűleg nem is az utolsó. A gimnáziumban olyan tanáraim voltak, akik mind irodalomból, mind matematikából is kíváncsivá tettek a tantárgy iránt, úgyhogy emiatt roppant szerencsésnek érzem magam, hogy ők voltak a tanáraim. Szerintem talán ez az, ami a kezdeti pont volt, hogy így a mindkét irányba legyen érdeklődésem. Ugyanakkor meg mind a kettő kb. Azért hasonlóan a kíváncsiságból fakad. Leginkább úgy, hogy a terminusokat, tehát az a megúszós része, hogy a terminusokat átveszi az ember, és akkor így az irodalmi szénában rögtön be is van emelve egy adott tudomány ágnak a gondolatvilága. De azért volt arra is affinitásom, hogy ne csak azt, hanem a, tehát ne csak ilyen elemi szinten, hanem egy kicsit mélyebben is a gondolkodásmódot valamilyen szinten átadjam. A tervek azok mindig vannak, de hát meglátjuk, mi lesz belőle. Még nem vagyok benne biztos. Még csak a kutatási fázisban vagyok. A könyvtári napok vasárnap zárultak, amikor is a mondókás délelőtti program mellett ingyenes beiratkozással és késedelmi díjak elengedésével várta az érdeklődőket a Földi István Könyvtár Dombóváron.